33 napos imádságos előkészület életünk felajánlására Szűz Mária által Jézusnak. Hatodik nap. Isteni szeretet. Az érzelmi és lelki kapcsolatok felajánlása. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Venni, Sancte Spiritus, venni, Sancte Spiritus, venni, Sancte Spiritus. Most csendesedj le. Tudatosíts magadban, hogy Isten jelenlétében vagy. Nyisd meg a szívedet a kegyelem befogadására. Kérd a Szent Lelked, hogy segítsen ebben. Imádkozzál lassan, nyugodtan, átélve az imádság minden mondatát. Jöjj el, Szent Lélek! Világosíts meg gondolataimat. Érints meg a szívemet. Mutasd meg az utat Jézushoz. Segíts teljesíteni az Atya akaratát. Jöjj el, Szent Lélek! Mária, te tökéletesen befogadtad Isten igéit, vezess engem. Jöjj el, Szent Lélek! Amen. Venni, Sancte Spiritus, venni, Sancte Spiritus, venni, Sancte Spiritus. Most imádkozzuk el a hitvallást és egy tized rózsafüzért. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül az Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzomenyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldod vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldod vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldod vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldod vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldod vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldod vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldod vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldod vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldod vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Olvasmány Sámuel első könyvéből. Amikor befejezte Saullal való beszédét, történt, hogy Jonatán lelke egybefort Dávid lelkével, és Jonatán úgy megszerette őt, mint a saját lelkét. Saul azon a napon egészen maga mellé vette, és nem engedte többé visszatérni apja házába. Jonatán pedig szövetségre lépett Dáviddal, mert úgy szerette, mint a saját lelkét. Szűz Mária üzenete Medjugorjéban, 1987. december 25-én. Drága gyermekek, örüljetek velem! Örül a szívem Jézus miatt, és szeretném őt ma nektek adni. Azt kívánom, drága gyermekek, hogy nyissátok meg szíveteket előtte, s én szeretettel átadom őt nektek. Azt szeretném, drága gyermekek, hogy Jézus átformáljon, tanítson és oltalmazzon titeket. Ma rendkívüli módon imádkozom értetek,
és bemutatlak Istennek, hogy ő megnyilvánulhasson bennetek. Hívlak benneteket, hogy őszintén szívből imádkozzatok, s így minden imátok Istennel való találkozás legyen. Munkátokban és mindennapi életetekben Istent tegyétek az első helyre. Ma nagyon komolyan kérlek benneteket, hogy hallgassatok rám, s cselekedjetek úgy, amint kérem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Elmélkedés. Mária volt az, akiben a legtökéletesebben megvalósultak Szent Pál szavai: élek, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. Szívüknek egysége elválaszthatatlanná teszi őket egymástól. Ahol Jézus ott van, ott Mária is ott van. Ha valakit nagyon szeretünk, szavai, mozdulatai, gondolatai életre kelnek bennünk, saját személyiségünk részévé válnak. A szeretett személy része lesz a szívünknek. Mária szíve nem csak Jézussal forr egybe, ebbe az egységbe minket is hív. Jézus, Mária és te, a szeretetnek olyan háromszöge, amelyben úgy veszítjük el magunkat, hogy közben mindent megnyerünk. Berüld. Ó Jézus Máriában és Mária által élő szíve! Ó Mária Jézusban és Jézusért élő szíve! Ó e két szív szent köteléke! Áldott legyen a szeretet és egység Istene, ki egyé teszi őket. Egyesítse szívünket e két szívvel, s adja meg, hogy e három szív egységben éljen, az isteni személyek szent egységének dicsőségére. Jóságos és irgalmas Atyám, előtted állok. Tudom, hogy látsz és hallasz engem. Ma el szeretném mondani neked, hiszem, hogy meg tudsz tisztítani. Szentlélek, mutasd meg nekem az igazságot, adj világosságot az elmémnek és a szívemnek. Örangyalom, segíts felismernem a hiányosságaimat. Ámen. Most idézz fel emlékezetedben, milyen szándékkal kezdted a napot. Mi történt a nap folyamán? Milyen érzések uralták a szíved? Mi az, ami dicséretet érdemel Mária és Jézus előtt? Adj hálát ezért. Köszönöm, Istenem, a rád való gondolást, a kitartást a jóban, az erőért a kísértésben, a lelkesedésért. Most pedig gondolj arra, mi okozott szomorúságot Máriának és Jézusnak. Kér bocsánatot a bűnökért és mulasztásaidért. Irgalmas Istenem, bocsáss meg bűneimet. Kérlek, jó Atyám, segíts ellenállni a kísértésnek. Segíts harcolnom a vétkeimmel. Jézusra és Máriára akarok hasonlítani, úgy cselekedni, mint ők. Különösen azokat az erényeket kérd,
amikre szükséged van. Szelídség, kedvesség, alázatosság, megbocsátás, szeretet. Uram, szeretném megismerni szent akaratodat. Adj erőt, hogy teljesítsem azt. Kérem a holnapi napra a Szentlélek kegyelmét, a hit, remény és szeretet kegyelmét. Jézusom, bízom benned. Mária, béke királynője, könyörögj érettünk. Imádkozzunk! Szentséges Szűz Mária, ma előtted megújítom és megerősítem a keresztségi ígéreteimet. Örökre ellene mondok a sátánnak, minden cselekedetének, és felajánlom magamat Jézus Krisztus szentséges szívének. Akarom vinni a keresztemet és követni Krisztust, életem minden napján, a mennyi Atya akarata szerint. A mennyi erők és az egész egyház jelenlétében ma felajánlom önmagamat neked, Mária, a te szeplőtelen szívednek. Legyél az én édesanyám és királynőm. Teljes engedelmességben és szeretetben átadom és felajánlom neked testemet és lelkemet, mindenemet, amin van, láthatót és láthatatlant, az én múltbeli, jelen és eljövendő jó cselekedeteim gyümölcseit. Átadom neked teljes szabadságomat, hogy rendelkezz velem és mindennel, ami az enyém, a te akaratod szerint. Isten nagyobb dicsőségére. Amen. Mária békés, kiengesztelődés királynője, könyörög értünk és az egész világért. Mária békés, kiengesztelődés királynője, könyörög értünk és az egész világért. Mária békés, kiengesztelődés királynője, könyörög értünk és az egész világért.